Magyarok Szövetséget devizahiteles tagozatának vagyok a vezetője. Magyarországon az emberek ezer év óta nem élnek demokráciában. Mindjárt bizonyítom. Ugye három hatalmi rendszerünk van, törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom. A bírói hatalmat a kommunista rendszerből vettük át, kommunista bírókkal. Ennek meg is van az eredménye. A devizahiteleseknél 99%-ban a külföldi magántulajdoni bank számlájára döntöttek, és a magyar verés idején, 2006. október 23-án pedig 90%-os hibával dolgoztak. Az elsőfokú bíróságok börtönbe vitték a magyarokat, akiket előtte jól megvertek, a másodfokú bíróság meg kiengedte őket. Tehát, hogy világos legyen ezt a bírói rendszert, amiben most még bejön az, hogy az elmúlt időben kiderült, hogy a bankok vezetői megvesztegették a bírókat, egyszerűen föl kell számolni, ezeket a bírókat egyenként végig kell vizsgálni. Ez a rendszer nem a demokráciához tartozik, mert ugye a demokráciában mi van? Ebben a kommunista rendszerben a bíró ítél, a demokráciában meg az állampolgár. Most létezik-e olyan bírói ítélkezés, ahol az állampolgár ígér? Igen. 1848 12 pontjának az egyike volt az esküdtszék. Ezt Magyarországon ki is próbálták. 1901-től az első világháborúig itt esküdtszégi ítélet volt. Mit jelent az? Hogy maguk az állampolgárok döntenek, hogy bűnös-e vagy nem bűnös. Most képzeljétek el, ugye 270 ezer család szívdobogva várja, hogy mi fog történni a választásokon. Ha áttérünk az esküdtszéki rendszerre, és mondjuk beadunk egy közérdekű pert, most az egyik oldalon ott lesz majd a banknak az ügyvédje, a másik oldalon meg ott lesz 12 civil esküdtszéki ember, aki majd eldönti, hogy a banknak van a oldal. Tehát, hogy világos legyen, az első esküdtszék már rég megítélte volna azt, hogy itt ennek a 270 ezer embernek, meg a többinek is, annak a 24.810-nek, akinek már eddig ugye elvették a házát és kivitték őket az utcára, ezeknek az embereknek gyakorlatilag mind maga a rendszer szabott gátat, az esküdtszéki rendszer. Csak ilyen vezényszavakat mondok az idő rövidsége miatt. Tehát ha mi, mint civilek azt szeretnénk kérni, és ezt a feltételt támasztjuk az új jelöltek iránt, hogy ha támogatják az esküdtszéki rendszert, és előtte ugye mindenképpen a bírókat felül kell vizsgálni, hogy azok közül ki az, akit be lehet ebbe a rendszerbe engedni, kit vesztegettek meg, vagy kinek van kommunista múltja, netán még valakit halálra ítélt még az elmúlt időszakban, mert ha hiszik, ha nem, elképzelhető, hogy ilyen bíró is ül a bírói székben jelenleg. Akkor, ha a rendszert magát megváltoztatjuk, akkor szóba se jött az, hogy a bíróság ott folytatja, ahol most április 6-án még abba hagyja. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az szintén a hatalmi rendszerrel kapcsolatos. Magyarországnak a GDP-je 28 ezer milliárd forint. Ebből 11 ezer milliárd forint a költségvetésünk, ebben már benne van az 1000 milliárd forintos hiány, amit minden évben beterveznek, hogy még többet tartozunk a háttérhatalomnak. Tehát a 28 ezer milliárd forintból pontosan tudjuk, mert megnézhető az interneten is, hogy a költségvetés 11 ezer milliárd forintja hova megy el. De nem tudjuk, hogy a többi hova megy el. Semmilyen adatot senki nem közöl arról, hogy ebből mennyit loptak el, és a haveroknak mennyit juttattak. Tehát itt is az a helyzet, hogy létezik egy olyan fogalom, ugye, hogy állam, és az állam arra való, hogy közvetítse a mi személyünk feletti egyéni döntési jogunkat. Mert ugye régen hogyan volt? Voltak a vármegyék, és a vármegyék végrehajtó és bírói hatalma szépen szűk körbe elintézte az emberek bajait, tudtuk ki ítél rosszul vagy jól. Ma az első lépés megtörtént, lezülesztették az önkormányzatokat, elment ez a kétféle hatalmi ág az államhoz. Most már tudjuk, hogy Európa a következő szint arra törekszik, hogy a nemzeti államokat tönkre tegye. Azt is tudjuk, hogy Európát honnan vezéli. Ők meg ugye el akarnak minket pusztítani, ezt is tudjuk már. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy mennyi messze kerül az embertől a saját maga feletti döntési jog, az át tehetetlenek. Ugye, mint a multiknál. Biztos volt embereknek, mondjuk telefonáltalban jegyzett azzal, hát ott egyszerű hétköznapi emberként ülnek, nem engedik tovább, nem tudjuk kik a vezetők. Ugyanígy zárják le az utunkat. Hozzuk vissza, tehát ők elvitték a nyílva az irányba fölöttünk a döntési jogot, még a másik oldalon hozzuk vissza.
Tehát újra az önkormányzatokhoz térjünk vissza, a, nem mondom, vármegyének elég az, hogy megyei önkormányzatok szövetsége. Mi fog akkor történni? Semmi nem kell változtatni. A megszavazott polgármesterek egyszerűen kérik, hogy jöjjön létre abban a megyében egy megyei közgyűlés. A megyei önkormányzati szavazat a világ legmagasabb hatalmi szavazata. Tehát a megyében az emberek úgy döntenek, hogy az államtól, mert az állam mit csinál? Kezeli csak a nemzet vagyonát. Nem az övé. Tehát ha visszakérik az államtól az önkormányzat területén, az önkormányzat határig a földet, a föld alatt az ásványkincseket, és az összes önkormányzati területen lévő magán és külföldi cég felett az ellenőrzési jogot, akkor gyakorlatilag minden pénz nem az adóhivatalon keresztül az államba megy, hanem szépen befolyik az önkormányzathoz. Na most gondoljátok el, hogy ebből a 28 ezer milliárd forintból egyből, ugye a 11 ezer fölötti részen egy olyan 50-100%-os mozgástér van. 50-100%-kal egy év után meg lehet növelni minden embernek a fizetését, meg a nyugdíját, mert azt nem fogja tudni ellopni senki. Ugyanis mi történik ekkor? A 16 vármegye adja össze a pénzt, és adja oda az államnak, hogy ebből gazdálkodj. Na már, idő van. Csak annyi, hogy Ausztriában és Németországban így folynak a dolgok, mind a két hely hatalmas akadálya háttérhatalomnak, az egyik helyen Merkel személyesen levizsgálják, figyelik, lehallgatják, a másik helyen meg az egyik pártnak a vezetőjét drónmódszerrel agyonlőtik a levegőből. Tehát mind a két állam pont ezért, amiről most beszéltem, mindenképpen útban van. Legyünk mi is útban, legyünk mi a harmadik, aki útban van. Köszönöm szépen!